Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: miért értelmetlen állampapírba fektetni? Én írtam az Ingatlanos Álmok című könyv első második részét, enyém az Ingatlanos Álmok Klub, illetve 2020. július 11-én lesz az ingatlan felújítás buktatói vagy lehetőségi című előadásom. Gyere, nagyon érdekes, itt alul meg tudod nézni a tartalmat, hogy miről lesz szó. Ami a lényeg ebben az egész videóban, hogy nagyon érdekes, amikor ugye az embernek elcsavarja a fejét, ugye pénz utáni vágy, hogy 5% per év, és akkor 25%, hogy ez milyen szuper, valóban az. Viszont azért ne felejtsük el, én ezt többször elmondtam, de más csatornákon is hallhatott, hogy ezt az inflációval meg kell, hogy etessék, mert ezt a gazdasággal nem tudod kitermelni. Gondolj be, amikor van egy 2-3%-os növekedés, abból nem tudsz 5%-ot fizetni, sőt, ha van esetleg valami recesszió, akkor meg abból még inkább nem fogsz tudni 5%-ot kifizetni éves szinten, tehát nem marad más, mint hogy megeteted az inflációval. Tehát én azt tudom neked javasolni, hogy ha ilyet hallasz, hogy 5% az állampapír, nyilván itt az államnak adsz kölcsönt, ne felejtsük el, ha akarod, akkor csináld, de ha ilyet hallasz, hogy 5% az állampapír évente, és ennyit fog fizetni, az a nyomban a minimum az, legalább vegyél eurót, dollárt, vagy amit akarsz, mert ha belegondolsz, azt a 20-25%-ot sajnos az euró árfolyam már meg is hozta. Tehát ha most befektetőként gondolkozol, akkor sokkal előbb és gyorsabban lesz pénzed. És csak ennyit kell tenned, hogy elmész, vásárolsz eurót például, és már meg is érkeztél a 20-25%-kal. Ezt nézheted az árfolyamot, tehát ez nem hülyeség, amit mondok. És én úgy gondolom, hogy az ötödik év végére, hát az nem 20-25% lesz, hanem lehet, hogy hát biztos, hogy jóval több, maradjunk csak ennyibe finoman szólva is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy emiatt is, tehát nem túl jó ötlet. Az, hogy te hitelt akarsz adni az államnak, mert nyilván ez nem más, és én úgy gondolom, hogy egyébként az állam ezt ki is fogja fizetni, jó? Tehát most nem ellenük akarok ilyen szinten beszélni, csak azt akarom neked megvilágítani, hogy ha te befektetőként gondolkozol, akkor az állampapír az nekem nem az a kategória, amiben én pénzt fektetnék. Így röviden, tehát ennyi lenne talán a leglényegesebb dolog, hanem akkor igenis nézz körül, és kicsit nézz a dolgok mögé. Tehát ne azt nézz, hogy most 25%-ot kapsz 5 év múlva, és ez milyen szuper, hanem ezt miért csinálja, mi lehet a következő lépése. Mert ha azon gondolkozol, hogy jó, 25%-ot kínál nekem 20, vagy 5 év múlva, és mi lehet a következő lépése, akkor rá fogsz jönni, hogy hát igazából a gazdaság ezt már nem fogja kitermelni, akkor mit kell neki csinálni ahhoz, hogy ez meglegyen, és a végén az legyen, hogy most az 1 millió forintért mondjuk veszel egy 10 éves, mit tudom, vagy 20 éves kocsit, akkor meg egy 50 éves kocsit tudsz majd venni 5 év múlva. Tehát ki van sarkítva ez egy picit, de lényeg az, hogy ez a pénz nem fog annyit érni, és gyakorlatilag neki nincs választása, ő neki ezt el kell égetni, ezt a pénzt az inflációval. Úgyhogy innentől a te dolgod, hogy adsz hitelt az államnak, vagy nem. Ha igen, akkor egészségedre. Én úgy gondolom, hogy nyilván ő ezt vissza fogja fizetni, de ettől függetlenül a videó célja inkább az, hogy nézz egy picit a dolgok mögé, hogyha valaki tesz valami kecsegtető ajánlatot neked, hogy vajon mi lehet mögött, és mi lehet a következő lépése, és az azt követő lépése. És ha így kezdesz el gondolkodni, és most nem üldözési mániáról beszélek, de akkor úgy gondolom, hogy könnyedén lehet, hogy tényleg azt mondod, hogy hoppá, ez nekem nem a legjobb, de ha ezt megcsinálja, akkor azon nyomban, mondjuk, amit mondtam az előbb, hogy veszek eurót, vagy dollárt, és az is fölmegy csak egy év alatt. Sajnos egy év alatt hozza meg azt a 20-25%-ot, de ott egy év alatt keresed meg ugyanazt a pénzt. Jó? Úgyhogy remélem, hogy tudtam segíteni, és akkor várlak az előadásomon. Itt alattam meg tudod nézni, hogy mi lesz. Szia!